Nemrég érkeztek haza Erdély körutazásukról a Szent István Általános Iskola 7. osztályos tanulói. A Határtalanul program keretében megvalósuló tanulmányi túra értékelő óráit tartották a napokban, ahol az utazás résztvevői mesélték el az itthon maradottaknak élményeiket. Kiértékelték a többnapos erdélyi utazás részleteit, és felidézték a kedves emlékeket a 7. diákok a Szent István Általános Iskolában. A vásárhelyi diákok többek között Gyulafehérvár, Torockó, Kolozsvár, Körösfő, Nagyszalonta neves történelmi helyszíneit, síremlékeit keresték fel, de a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik árvaházában is jártak. 4 értékelő órát szerveztünk meg, a gyerekeket 4 csoportra osztottuk forkószínpadszerűen, az értékelése következőképpen zajlott. A kiránduláson résztvevő tanárok egy-egy témát választottak, például személyes élmények, személyes tapasztalatok, személyes benyomásokról beszéltek a gyerekek beszélgetőkör formájában, és itt elmondták egyénileg, hogy ők hogy érezték magukat, mi volt az, ami a legszemélyesebb élményük volt. Tódor Kitti is a közel 50 fős csoporttal utazott. Mint mondta, nagy élmény volt számára, hogy magyar szót hallott Románia területén, de a látnivalók is lebilincselőek voltak számára. Nagyon jól éreztük magunkat, meg én is, és nagyon sok szép tájat láttunk, meg a várak is nagyon szépek voltak. Főleg a Vajdahunyadi vár. Élménypedagógia segítségével adták át tapasztalataikat társaiknak a fiatalok. Volt olyan helyszín, ahol útinapló formájában vagy virtuális térkép segítségével, és volt, ahol activity játékkal történt a kiértékelés.